Sziasztok! Hoztam nektek 5 tippet az új évhez. Az első tippem az az edzéshez kapcsolódik, hogyha még nem vettétek meg az új terembérletet, akkor tudtok otthon is edzeni, vannak különböző gyakorlatok a YouTube csatornáinkon, nem kell hozzá más, mint pár eszköz, például fitball labda, egy kettlebell, mini kézisúlyzók, gumikötél vagy gumiszalag. Az edzés után áttérünk a második tippemre, ami az étkezéshez kapcsolódik. Nagyon-nagyon fokozatosan és türelmesen kell átállnotok a nagy karácsonyi falások után az egészségesebb és tudatosabb étkezésre. Nagyon fontos, hogy hagyjuk el a cukros dolgokat, a zsírosabb ételeket, a liszteket és a péksüteményeket. A harmadik tippem a reggeli étkezéshez kapcsolódik. Ugye mindenki tudja, hogy mennyire fontos reggelizni, én pedig azt tudom, hogy ti ezt el szoktátok sunyogni és felejteni, mert mindenki nagyon rohan, nincs ideje otthon előkészíteni a reggelit, hogy elvigye magával, vagy esetleg otthon nincs ideje, hogy megegye, úgyhogy ehhez kapcsolódik a negyedik tippem, könnyen, egyszerűen és nagyon gyorsan smoothie-kat készíteni, nem csak gyümölcsből, hanem picike kis zöldségekből is. Az ötödik tippem pedig az lenne, hogy felejtsük el azt, hogy mi kalóriákat számolgatunk, próbáljunk meg törekedni arra, hogy a napi szénhidrát mennyiséget számoljuk, de nem kell túlzásokba esni, és nagyon-nagyon fontos, hogy most még januárban toljuk be a mérleget egy szekrény alá, és próbáljunk meg csak centiket mérni, higgyétek el, hogy így sokkal motiváltabbak leszünk, és februárban ugyanolyan lendülettel tudunk majd lemenni a terembe. Millió puszi és elelés, sziasztok!